Sok kisvállalkozással felbontotta a korábbi szerződését az áramszolgáltató, erről ír a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara honlapján. A szervezet főtitkára azt mondja, több vállalkozó is megkereste panaszával a gazdasági önkormányzatot. Mikrovállalkozások kerestek meg minket a késő tavasszal nyár elején, hogy bár ők az egyetemes szolgáltatásba kerültek, ez azt jelenti, hogy kedvezményes áron kapták az áramot, de hogy valamiért az E.ON megszüntette a szerződésüket, visszautalta az előző két év megfizetett számláit, és új szerződést, és visszamenőleg új áron óhajt új szerződést kötni. Először bejött egy vállalkozói megkeresés, aztán három, aztán 10-15, utána a társkamarákat is értesítettük, fölmértük, hogy ez országosan hány vállalkozást érinthet, kiderült, hogy hát ez százas-ezres nagyságrendű. Egy kormányrendelet alapján a szolgáltató bármikor jogosult a felhasználót nyilatkozattételre felhívni az egyetemes szolgáltatásra való jogosultság fennállására vonatkozóan. Ezen nyilatkozattételre lettek felszólítva vállalkozások. Sok esetben azonban a vállalkozás nem kapta meg a szolgáltató levelét, így szóltak a panaszok. Van, ahol nem az az aláírás szerepel átvevőként, aki egyébként a céget jegyzi hivatalosan, így nagyon sokan nem nyilatkoztak arról, hogy ők az egyetemes szolgáltatási körbe tartoznak, pedig az E.ON jól látja a vállalkozónak a méretét, a státuszát, nem lett hirtelen középvállalat. Tehát aki két éve mikrovállalkozás volt és az egyetemes szolgáltatás alá tartozott, az két év múlva is mikrovállalkozó és az egyetemes szolgáltatás alá tartozik. Akinek a nyilatkozata nem érkezett meg a szolgáltatóhoz, az kikerül a kedvezményezett szolgáltatásból a jogszabály szerint. Ez egy óriási teher a mikrovállalkozásoknak. Eleve az energiaárak robbanása, ez a költségnövekmény, ez rendkívüli módon megterhelte őket. Ha a kormánynak, a szakpolitikának volt egy ilyen intézkedése, hogy ők egyetemes szolgáltatásba tartoznak és kedvezményesen kapják az áramot, akkor nekik ez egy rettenetes teher, hogy hirtelen kétszeresére, visszamenőleg két évre, és akkor új számla, és mondjuk a megtakarításokat, a fejlesztésre félretett forrást, azt a megnövekedett áramköltségre vagy az áramszámlára kell kifizetni. A kamara felkereste az MVM-et, az új szolgáltatót és a Nemzetgazdasági Minisztériumot is az ügyben. Rabszabolcs azt reméli, augusztus végére, szeptember elejére születhet megoldása a problémára, és a panasztevő mikrovállalkozások maradhatnak a kedvezményezetti körben.